Harcművészeti bemutatóval folytatódott az Ami a tankönyvekből kimaradt című sorozat a Gyermek és Ifjúsági Központban. A diákok 5 különböző harcművészeti ággal ismerkedhettek meg. Profi harcművészek a színpadon. Általános iskolás diákok a küzdőtéren. 200 soproni felső tagozatos és középiskolás tanuló vett részt a Gyermek és Ifjúsági Központ rendezvényén. A diákok a bemutató után ki is próbálhatták a különböző gyakorlatokat. Két harcművészeti klub, a Soproni Harcművészeti Klub és az Aikido Menshin Egyesület Sopron 5 harcművészeti ágat ölel föl itt Sopronban. Köztük a kendót, a karatét, az iaidót, az aikidót és a judót tudom megemlíteni. Valamelyik vívás, botvívás, harcvívás, sinállyal, bambuszkarddal, illetve pusztakezes küzdelmek. Ezekben kapnak a gyerekek most bepillantást, mind az 5 harcművészeti ágat kipróbálhatják. Az Ami a tankönyvekből kimaradt című sorozat 2 éve zajlik a gyíkban. A program szervezője szerint fontos, hogy a diákok az iskolai környezeten kívül is szerezzenek olyan tapasztalatokat, amelyek később hasznosak lesznek az életükben. Azok a harcérvények, amik régen tényleg az ország védelmét vagy a támadást szolgálták, azok ma is használhatók, kifejezetten saját individuális személyiség és képességfejlesztésre. Nem szabad ezt az ősi tudást elveszni hagyni, hanem amit ma hasznosítani lehet, az ember összeszedettebbé tegye magát, a gyerekek életét, a gyerekek életminőségét, ezt mindenképpen meg kell tenni. Farkas Anikó szerint 10-12 éves korban ideális elkezdeni a harcművészetek gyakorlását, de később is érdemes belevágni. Az egyik soproni klub vezető oktatója azt mondja, nevelésünk oktatási szempontból is hasznos, ha a gyerekek kipróbálják valamelyik harcművészeti ágat. A harcművészeteknek van egy nagyon jó nevelő rendszere, egy iskolai rendszer, mindegyik stílus, ahol az alapoktól kezdve meg lehet tanulni a bonyolultabb gyakorlatokon keresztül a harchoz nagyon közeli technikákat, és mindemellett egy belső szellemi fejlődés is el lehet érni ezeken keresztül. A szervezők felhívták a résztvevő gyerekek figyelmét, amit a bemutatón szakképzett oktatók vezetésével gyakoroltak, otthon egyedül ne próbálják ki.